Jól kezdték a meccset a vendégek, az első negyedet 8 ponttal nyerte meg a Nyíregyháza. A második 10 perc már szorosabb volt, de egy pontot azért hozzá tudtak tenni előnyükhöz a Cápák. Fordulás után zárkózni kezdett a házigazda, azonban Mohácsiék váltani tudtak, és ismét elléptek a Veszprémtől. A hajrán már nem tartogatott izgalmakat, a nyíregyháziak magabiztos játékkal gyűjtötték be 6. bajnoki győzelmüket. Nem volt nehéz meccs, volt egy rossz 4-5 perces periódusunk a harmadik negyed elején, amikor kicsit beragadtunk az öltözőbe, de összességben végig domináltunk, és végig tudtuk a tempót diktálni. Szerintem azért is, mert ha mindenki egészséges, akkor gyakorlatilag, ha nincs gond, akkor senkinek nem kell 20-25 percnél többet a pályán tölteni. Ez egy nagyon jó példája volt ennek a mérkőzésnek. Úgyhogy ez lehet a siker, az egész éves sikernek a kulcsa, hogy kellően pihentetve vannak a kulcsjátékosok. Úgyhogy egy édes teher lehet az edzőnek, hogy van 9-10 olyan játékos, akit bármikor a pályára tud küldeni. A nyíregyháziak legközelebb november 10-én játszanak, jövő kedden a HEP kupában már legyőzött Neapsz Miskolc látogat a Continental Arénába. Ez a csarnok foglaltsága miatt lett átrakva kedre, de egyébként örülök is neki, mert a hét elején egyetemi elfoglaltságok miatt, illetve vannak kisebb betegségek a csapatban, mindenki helyre tud rázódni, úgyhogy azt gondolom, hogy keddestétől szerda reggeltől egy teljes felkészülést tudunk megcsinálni a mérkőzésre. Úgyhogy még azt mondom, hogy jól is jön ez a pár nap plusz, úgyhogy megpróbálunk teljes erőberobásra neki feszülni a következő mérkőzésnek is. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a 100%-os Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vezeti, a szintén hibátlan Vasas Akadémia előtt.